Hajléktalanság helyett érdemesebb az életdrámák kifejezést használni, mondta híradónknak Laborci Géza lelkész, az Oltalom Szeretett Szolgálat Intézményének vezetője, hiszen egy-egy rossz döntés vagy magánéleti válság következtében sokan kerülnek utcára magányosan, esetleg betegen segítség nélkül. Sokaknak a szeretett szolgálat intézményei és munkatársai jelentik az utolsó esélyt a normális életre. A hideg időben elengedhetetlen a megfelelő táplálék, a meleg étel, amely folyamatosan minden nap rendelkezésre áll a szolgálat intézményeiben. Laborci Géza elmondta, nem tartja szerencsésnek az utcai ételosztást, mert senkinek nem jó, ha kellemetlen helyzetét mások is látják. Az épületen belül viszont nem kell szégyenkezni. Aki rászorul, az nyugodtan jöhet. A nappali melegedőben és a népkonyhán megkapja azt a tisztességes ettel ételt, ami jó minőségű, éttermi minőségű ételt adunk ott az ellátottaknak. Azért is gondoljuk, hogy jöjjön be az illető. Nem az utcán kell ezt elrendezni. Aki bejön az ellátásba, akkor ott már tud segítséget kérni, ott már lehet vele beszélni, hogy akkor mire van szüksége. Tehát az egyik nagyon fontos, hogy mi az a nappali melegedő mellett működik a népkonyhánk, és hogy gyakorlatilag a csillagos ég, ha nagyot akarok mondani, a határ, hogy tehát aki oda jön, annak mi tudunk adni ételt, mert hogy azért a hidegbe az nyilvánvalóan az is fontos, hogy valakinek a fizikuma az megmaradjon, és tudja a hideg okozta dolgokat fizikálisan is kibírni. Nyilván vannak, akik azért is jönnek, mert már fűtésük sincs otthon. Tehát ez a másik része a dolognak. Nyilván a segítség az mindig jól jön. A kassa köz 3 szám alatt folyamatosan átveszik a tartós élelmiszereket és adományokat. Az élelmiszerbank is folyamatos segítséget nyújt az ellátásban. Az Oltalom Szeretett Szolgálat egy olyan integrált intézmény, ahol több száz nehéz élethelyzetbe sodródott embernek segítenek. A cél a társadalmi reintegráció. Akivel történik egy szociális baleset, ott is elsősorban az első lépés, hogy meg kell menteni az életét. Hogy életben maradjon a család, az illető is, ne sodródjon végképp a megsemmisülés felé. Nekünk az a dolgunk, hogy életet mentsünk. Ilyenkor a téli időszakban az a feladatunk, hogy senki ne fagyjon meg, tehát az időjárási körülmények miatt senki ne sérüljön, vagy ne veszítse el az életét, meg az év folyamán is, hogy aki ér egy ilyen baleset, akkor azt mi meg tudjuk menteni. Aztán a második lépés, hogy a traumáját, ami már ilyenkor mindenkit ér egy hatalmas trauma, hogy a traumában kapjon egy szakmai segítséget, hogy valamennyire, hát gyakorlatilag ez az előtörténetét, hogy az életét újra tudja gombolni, újra tudja tervezni. Ehhez a különböző helyeinken jogász, orvos, pszichológus, lelkész csapat dolgozik azon, hogy segítsük azt, aki ebbe a helyzetbe került, hogy újra tudja gondolni az életét, és legyen újra elképzelése arról, hogy merre akar menni, és mit akar csinálni, és mi ahhoz segítjük, hogy amit ő gondol, azt meg tudja valósítani. Az új közfoglalkoztatási centrumot az újrakezdés szellemében építették. Most takarókat, pokrócokat, maszkokat készítenek a Noé bárkája épületében, ahol a szabásvarrás szakmának az elsajátításával új egzisztenciát építhetnek fel az ellátottak, megteremthetik a megélhetés és önbecsülés alapjait, és új életet kezdhetnek. Ez az új Noé bárkája közfoglalkoztatási centrumunk, amit meg azért építettünk ki, hogy segítsük, hogy ne intézményfüggő emberek legyenek, hanem segítsük az ellátottainknak a normál életbe való visszailleszkedést, illetve egy új egzisztencia megteremtésének az alapjait segítjük nekik ezzel lerakni. Az Oltalom Szeretett Szolgálat évtizedek óta segíti a nehéz sorsú emberek talpon maradását. Céljuk, hogy hidat teremtsenek, és a leszakadt társadalmi rétegeket újra felzárkóztassák.